Magyar nyelven azt szeretném elmondani, hogy olyan dolgokról nyilatkoztam itt Szerdán és az előző időszakban, ami úgy gondolom, hogy a szabadki polgároknak kell adni a kegyre, mert azt gondolom, hogy a szabadki polgároknak a vagyonára vagy a pénzéről van szó. Olyan adatokhoz, illetve olyan információkat kaptam a szakszolgálatok részéről, illetve a közvallatoknak a vezető részéről, akik átvették a közvallatoknak az irányítását, hogy például az előző periódusban a 2013-as évben a város egy nagy értékű vagyona, az kinek könyvel, mint a város gazdasági, vagy mint a városnak a vagyona, konkrétan a Sétel-Német-Enciről van szó, és ez a vagyon tehát egy könyvelve, mint érték a stadion közvallat vagyona. Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ilyen nagy értékű vagyon, a város miért ajándékoz oda egy közválasznak. Másosról pedig az is érdekes volt, hogy ez amikor ki lett könyvelve a szabadkai város vagyonából, akkor a JKP stadion közvállalat vagyonába nem lett elmutatva, mint a vállalat alaptőkének a növeléseként megjelenő vagyon, hanem csak a belső könyvelékbe volt mutatva. Ebben az esetben ezt ki kellett volna mutatni, mint a törzstők emelését is, és 544 millió dinárról van szó, tehát óriási értékről van szó. Az is érdekes, hogy miután ez a vagyon átért könyvelve a JKP stadionra, azután pedig a stadion közvallat kezdte kilakni azokat az helységeket, azokat az üzlethelységeket magánszemélyeknek, illetve vállalatoknak, amely üzlethelységgel kizárólag csak a város rendelkezhet, tehát a közvallatok nem adhassák ki a város vagyonát bérbe, csak is kizárólag a városnak az illetékes szakszolgálata adhassa ki az üzlethelyiséget a harmadik személyeknek, vagy fizikai vagy jogi személyeknek, és méghozzá meghatározott törvényes procedúrával. Tehát licitációra kell adni, és hogyha esetleg licitáció nincsenek jelentkezők, azután lehet kiadni közvetlenül az érdekelt felek. Érdekes az is, hogy vannak olyan üzlethelyiségek ebben komplexumban, amelyeket használnak bizonyos jogi vagy fizikai személyek, de egyáltalán nincs róla semmiféle dokumentum, hogy ki lettek volna adva, vagy hogy miért fizetnének. Az is érdekes, hogy ki lett adva például a Kismedence és egy belgrádi cégnek 7 évre, ami szerintem eléggé elfogadhatatlan állásfoglalás az, hogy a város vagy akár a stadion egy magáncégnek kiadja bérbe a Kismedencének a használatát. És méghozzá ez úgy teszi meg, hogy ez 7 évre előre adja ki, azzal, hogy egy több mint 3 millió dináros összeget előre kifizet ez a cég. Nem tudom pontosan, és utána fogunk nézni annak, hogy voltak itt egy közbeszerzési pályázat, illetve a licitációra kerültek egy. Hogyan lettek egyáltalán lefolytatott az eljárással, kiadással, ki egyezkedett itt kivel, és hogy lettek ezt az ingatlanok kiadva, de azt gondolom, hogy eléggé, hát azt mondja, problematikus ez a fajta vagyonkezelési módszer az előző városi irányításra vonatkozóan. Ami tény az, hogy én az elkövetkező napokban valószínűleg hétfőn vagy kedden hatán kívül fogom helyezni az előző polgármesternek a végzési időt, és arra vonatkozni, hogy ez a vagyon a JKP stadionnak a vagyonak kész jelenjen meg, hanem vissza fogom hozatni ez a vagyon kizárólag a városnak a vagyonát, és nem valamelyik közvallatnak, vagy valamelyik cégnek. Úgy szintén azt kell, hogy elmondjam, hogy óriási gondjaink vannak a pénzeknek a felhasználásról, vagy pénzeknek a költésére. Mert kimutatott most, amit lekértem egyes adatokat, hogy például a városi tanács előző ciklusában a városi tanács egy tagja, konkrétan a Csengeri Attila doktor úr személyesen használatra kapott egy személyautót, amely a város tulajdona volt, egy Opel Vectra márkával a személyautót, és a szakszolgálat kimutatása szerint augusztus hónaptól november hónapig volt ez nála, tehát 2012. augusztusától 2013. novemberig használta ezt az autót. Valószínűleg tartom, hogy a polgármesternek az utasítása, a polgármesternek a felhatalmazás alapján második nem lehetett a szabad. Ez az idő alatt ez a személyautó 69.763 kilométert tett meg, tehát majdnem 70.000 kilométert tett meg valamennyivel több mint egy év alatt, és ez az idő alatt ez a személyautónak a üzemanyag költsége, majd a város ingatlan fizessen több mint 6.000 liter üzemanyag volt. Ez körülbelül mostani értékben körülbelül 950.000 dinár értékét tesz ki. Ha figyelembe veszük az autónak a javításának a költségét, az amortizációnak a költségeit is, és az autónak a pályadíjának a költségeit, akkor biztos, hogy több mint 1 millió dinárba került a város polgárnak, az adófizetőnek ez az úti költsége a városi tanácspadjának valamennyivel több mint 1 millió. Úgy gondolom, hogy megengedhetetlen ez a fajta viselkedés, vagy ez a fajta
közvagyon felhasználás, hogy ilyen módon szúrják az önkormányzati tisztségviselők a polgárok pénzét. Azt is át, hogy mondjam, hogy amire múltkor már rámutattam, hogy nagyon sok műszaki eszköz hiányzik az önkormányzat vagyonából, az bebizonyosodott, kiderült, hogy 77 laptopja van az önkormányzatban, abból 30-ra vonatkozóan nincsenek adatok, vagy nem lettek visszaadva. Tehát elvettek vagy tulajdonítva, vagy nem lettek viszont az életük, hogy visszaadják ezeket a műszaki eszközöket. Ezen kívül sok más műszaki eszköz hiányzik, amelyel az illetéke személyben megbújtízva nem számolt el, megkapták a listát előtt, hogy minden hiányzik itt és megnézhetek. Ezen kívül azzal kell szembenézni, hogy például 2008. február 1-jét lehet vásárolva 2600 eurói egy műszaki eszköz, én azt gondolom, hogy ez valami például nyomtató lehet, amely egyáltalán a mai napig nem lett üzembe helyezve itt a városházán is 7600 eurózat érte fizetett. Teljesen haszontalan vásárlás volt. Ezen kívül lett vásárolva 2992 euróért 2010 július 1-ével nyomtatók lettek vásárolva, két darab színes nyomtató lett vásárolva. Ezek a nyomtatók most lettek nemrég üzembe helyezve, több éven keresztül itt álltak, kipakoltak, nem is lettek használva. Ezen kívül azt is kell, hogy mondjam, hogy egyes önkormányzati dolgozók, vagy egyes önkormányzati tisztségviselők nagyon kivételezve voltak az elmúlt időszakban. Öt olyan laptop lett vásárolva az elmúlt időszakban, amelynek darabja után az értéke több mint 2000 euró. Tehát több mint 2000 eurót fizetett ezt az önkormányzati adófizetők laptopokért egyes személyeknek, habár az, ami szükséges a munkájukhoz, ha dolgozóknak, ha tisztségviselőknek adottak a laptopok, az értéke maximum 500-600 euró terjedhet, nem magasabbá. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy indokatlanul magas áron lettek fényképezőgépek vásárolva, több mint 500-600-700 eurós fényképezőgépek, ahol tudjuk, hogy amire kell nekünk, az ma már 200-100-200 euró is meg kell egy fényképezőgépet, tehát egy képképezőgépet lehet vásárolni. Azon kívül az is egy érdekes eset volt, hogy az egyik önkormányzati dolgozó, vagy azt mondom, hogy vezető vásárolt a város számlájára, vagy a város számlájára megvásárolva egy megfigyelő rendszer több mint 1000 eurós értékben. Az úriember ezt mind gondolta, hogy hazavisz és a saját házát figyelteti meg, vagy a saját családi házát figyelteti meg. Miután a változások megtörténtek, akkor gyorsan visszavitt hozzá most a felszerelését a városházára. De azt gondolom, hogy ez a fajta viselkedés, amelyet egyes emberek az elmúlt időszakban megengedtek maguknak, ezt kell háborítani. És azt is el kell mondjam, hogy olyan program karbantartási visszaélések vannak, amelyek azt gondolom, hogy szintén felháborítóak. Bizonyos cégnek ez a város éves szinten majdnem 1,5 millió dinár fizet programok karbantartásáért, akár ennek a városnak 8 dolgozója van, amely az informatikai osztályon dolgozik, és hogy ugye ezt a munkát el tudnánk végezni. Különben vannak olyan eseteink is, hogy a karbantartásokért akár havi 150 dinárt is fizet ez a város, habár ennek a költsége, a reális piaci költsége, ennek a költségei körülbelül egyötöde vagy maximum egy harmada lehet ezeknek az elvégzett munkának az reális értéke. És azt is el kell, hogy mondjam önöknek, hogy olyan esetekkel is szembenézünk, amikor olyan dolgok lettek megvásárolva, ami teljesen fölöslegesek voltak, az önkormányzat állítja az ISO standardizációját, amely soha nem lett befejezve, több mint 3600 euró lett érte kifizetve, és semmi haszon nem vett belőle, illetve olyan programok lettek kifizetve, amelyet például ingyen kapott meg, és köteles használni az önkormányzat a köztársasági minisztériumtól, ugyanez mellett, ez mellett az önkormányzat 647 ezer dinárt fizetett ki, ugyanilyen programokra az elkészítésért, amilyen semmi szükség nincsen, hiszen az ingyen megkaptuk a köztársasági minisztériumtól, és azt vagyunk kötelesek használni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekről a dolgokról az emberekkel ahhoz tudjanak, mert hát, véleményem szerint ez eléggé komoly probléma, hogy egyes emberek az előző időszakban ilyen dolgot tettek. És ezeket a dolgot is tovább is ki fogok vizsgáltatni.